kapcsolat. Így egy igazán izgalmas előadásra invitálják majd a nézőket. A jubileumi estről Vince Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője mesél. Köszönöm szépen, én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Két felvonás lesz látható, az egyik felvonásban egy filmet fogunk levetíteni. Sikerült csinálunk egy filmet, ami hála Istennek nem csak az elmúlt 60 évről szól, és nem csak a szakmához szól a film, és nem csak arról szól, hogy mikor ki volt a balettigazgató. Ezek is benne vannak, természetesen a tisztelet az, hogy kiknek köszönhetjük azt, hogy ma is a 60 éves Pécsi Balett sikeres. Ez egy fontos dolog, de én azt gondoltam, hogy ez a film, ha már lehetőségünk van arra, hogy egy filmet csináljuk, akkor nyissuk ki, adjunk lehetőséget arra, hogy segítsük a táncművészetet, hogy nagyobb legyen a perspektívája, hogy a szülők, a sima nézők megnézhessék, megláthassák azt, hogy egy táncművész mit érez, milyen szerelemmel van a táncművészet iránt akkor, amikor dolgozik vele, és benne van, és hogy mi van a táncművészeten túl. Ugye ez egy a fiatalok szakmája, egy rövid szakma, a sérülés és az egyéb dolgok miatt itt hamar véget ér ez a szerelem, és hogy mi van utána, milyen lehetőségek vannak egy táncművész számára, hova lehet utána menni, mit lehet csinálni, hogy lehet a szerelem közelébe maradni, a táncművészet közelébe maradni. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok mindenről szól, és táncművészeknek különböző életútjait mutatjuk be, és amellett pedig egy kicsit szól a fiatalokhoz is, hogy kár lenne kihagyni a táncot és a táncművészetet, és inspirálni arra, hogy minél több fiatal válassza ezt a művészeti ágat. Szóval, hogy nem csak rólunk szól ez a dolog, hanem egy kicsit kinyitottuk, és a táncművészet misszióráról is szól, a táncművészet jövőjéről is szól ez a film. A másik felvonásunk pedig az Iszonyat balladája. Ugye 1960-ban alakult meg a Pécsi Balett, és 1961. január 3-án volt az első premierje, és ott 3-1 felvonásos volt látható, de az egyik felvonás Dekkibre, ugye, aki alapította a Pécsi Balettet, ő koreografálta, ennek a címe volt az Iszonyat balladája. Ez Szokolai Sándor zeneszerző zenéjére koreografált az Imre. És hát mi ezt mindig, amikor 40 éves volt a Pécsi Balett, akkor bemutattuk, hiszen ugye ez egy emblematikus darab, aztán amikor 45 évesek voltunk, 50, és így látom, hogy ugye eleve a táncművészet egy nagyon gyorsan fejlődő művészeti ág, és lehet, hogy egyébként az a dinamika, vagy azok az energiák, amik 65-ben, az 2020-ban már nem biztos, hogy annyira. És azt gondoltam, hogy akkor ne újítsuk föl, tartsuk meg a zenét. Egyébként maga a darab a szabadságról szól, a vágyról, hogy fontos a szabadság, küzdelem a bezártság és a rendszer ellen, és ez egy mindig aktuális történet. És akkor arra gondoltam, hogy tartsuk meg a zenét, ettől maradjon meg, tartsuk meg a címet, és csináljuk rá egy új koreográfiát. Mert pont azt éreztem, hogy ez a pandémiás időszakban pont ez a szabadság is, az, hogy be vagyunk zárva, ez pont aktuális, ugyanarról tud szólni a darab, mint amikor Imre 1960-ban megálmodta. És akkor én Zahár Lórádot, aki egy nemzetközileg is és itthon is nagyon elismert koreográfus, őt kértem meg. Természetesen nekem voltak rendezői ambícióim és elképzeléseim, amire Lóri nagyon-nagyon nyitott volt, és megcsináltuk ezt a koreográfiát. És hát azt mondhatom, hogy ugye a budapesti bemutató után ez egy pesti premier, egy pesti bemutató lesz, itt lehet látni először majd
ezt az előadást. Nagyon szépen köszönöm.